Buga? Buga, buga! Ah, ugala, ugala! Ah, I love it. Ugala. Borzalatú új kormányzási szőnytárs terméke, pulcsi bőrletársak a kilakós, és még 100 euró brutális személyző termék, link a leírásban. Haj, srácok, végezte végre a melóval, annyira rossz volt, képzeljétek el, mert nem volt ma benzin a kocsiba, szóval... mi folyik ide bent? Mi csinálsz? Mi? Kitörtöd az üveget? Ááá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 
Most te viccelsz, ugye? Nem, csak visszajöttem. Aha, na Pert, na jó van, akkor csak a fogság. Há? Ez micsoda a szőnyegen? Egyes tori dolgozat? Ez a tiéd, XC Junior? XC Junior, mi történt, ez a te dolgozatod? Hát, így tudod, már feleltem Teriből, és nem sikerült valami jól. Te egyes lett? Te hogyan? A történelem annyira egyszerű, hogy történetett ez? Ha van, akkor mindenki itt van, srácok, remek, remek, üdvözlök mindenkit a töri órán. Ma végre a kedvenc napon következik, ugyanis ma felelés lesz, állagyomnak. XC Junior, mi volt az a hang? Tihetsz is ki akkor felelni, hogyha ennyire nem szeretnék felelni. Jó van, gyere szép oda táblához. Nagyon egyszerű kérdéseket teszek fel, mert általában idióta vagy, szóval könnyű kérdések lesznek. Nagyon-nagyon könnyű lesz. Mikor volt az őskor? Szóval, amikor az ősemberek éltek, mikor volt? Igen, tudom, ez elég könnyű. Hát, mikor az első McDonald's megnyílt. Micsoda? Parancsolsz? Mit mondtál? Mikor megnyílt az első Maki? Jó, nem. Oké, mit tettek az ősemberek? Mondj egy dolgot, amit tettek az ősemberek, de ha tudsz többet, az több pont ugyebár. De egyet kell. Oké, szóval, ugye ettek dupla sajtburgert, pizzát, és kólával öblítették rá ezt az egész. Mit tudom, hogy normális, hogy nem is voltak még ezek az ételek, ugye tisztában vagy vele? Voltak, hát. Ilyen pizzákat előtették, a kolákat a kolafáról szedték le. Hát nem hittem volna, hogy ilyen hülye vagy, de nagyon csalódtam benned. Jó, oké. Fú, kérlek, ne legyen egyes. Egy utolsó kérdés felteszek, hogy kettes legyen, jó? A középkorból, oké, a középkorból, amikor várak meg a csaták voltak. Mondj egy darab királyt, lehet külföldi, lehet magyar királyt, tök mindegy, csak egy királyt mondjál. Oké, XP Junior. Az XP Junior az a te neved! Ilyen név nem is létezett, te vagy az első XP Junior, te ezt hogy gondoltad? Nincs olyan is volt ilyen cár? Majd lesz! Istenem, jó, az 2-1-es, már takarod vissza a helyedre! Istenem, oj! Ilyen rosszul sikerült a felelés, XP Junior, ennyire nem megy a történelem? Istenem, na jó, mutatok egy titkot! Van egy időgépünk, adj be abba! Van egy időgépünk, XP Junior! Van egy időgépünk, XP Junior, és figyelj, visszamegyünk a különböző korokba, az őskorba, középkor, mindenhova, és megmutatom neked a történelmet, és kíváncsi lesz, hogy mennyit fogsz tanulni, rendben? Na viszont, egy nagyon fontos, gyere ide, gyere szépen ide a pulthoz, és vedd le szépen a ruháidat, mert az ősemberek, ugye, az ősembereknek ugye nem volt ruháik, jó? Vedd le pont úgy, hogy én levettem, így nézd, csak egy alsógatya maradjon rajtad, és akkor így nem fognak kinézni. Miért nem? Hát miért nem? Azért, mert fékos vagyok, és sárga fék, és azt az ízemple vagyok. Hát de sárga zebra? De szóval... Úristen, de hülye vagy. Na jó van, gyere, megmutatom, hol a titkos időgépünk. Kólákat ittak, meg balzsanyát. De, nagyon nem ittak kólát. Jól van, szerencsére van nálam egy csákány. Jól van, és itt gyere szépen be. Jól van. Oké, beütelve a gépe a dolgokat, és akkor irány az őskor! Gyere, X-Zsönetek, eljöttünk a múltba, valami 4-5000 millió évvel ezelőttre. Úristen. Ahó, van itt valaki? Bugala! Ne bánts! Ne bánts, megadjuk magunkat, megadjuk! Látod, rajtuk sincs ruha! Ugala, én is ugala, bugala, zebra barátom, ugala, bugala. Igen, na, te lenni ősember, akar mondani ember ugala, bugala. Ember bugala. Jó van, mi ez ugala, bugala? Mi ez ugala? La Csimpi. Csimpi? Igen, és szia Csimpi, mi a helyzet? Csimpi bugala, bugala pörög. Pörög? Ah, nagyon menő, oké. Megmutatod a bázisunkat, Léci? Azt a minden, mekkora elefánt, ez jó. Ne játsz, Xy, csak veszélyes, ne játsz. Jó, akkor majd meglátjuk. Ugala, ez a tűz. Mit? Te eszed a rohadt húst? Ne, ugala, figyelj, mutatok valamit. Van nyelvhús. Xy, csak. Mi? Xy, csak. Fúj!
Mi van? Lekakált az elefánt, te! Mi? Ez nem étel, ez nem étel! Fúj, üdvözlítok vagytok! Na figyelj, én mutatok neked valamit! Van ugalabagala hús? Ugalabagala hús, hús van? Na, ugalabagala mutatok trükk, figyelj! Tűz, hús, tűz, hús! Ha? Ugalabugala! Jó, nagyon jó! Istenem! Ugalabugala, ez lendi bázis? Otthon! Nagyon sok hús, nagyon sok hús, ugalabugala! Nagyon sok hús! Melyik a kedvenc hús, ugalabugala? Melyik a kedvenc? Ugalabugala! Elefánt! Elefánt? De... És miért nem akkor miért nincs egy elefánt? Elefánt... Erős! Erős! Lenni erős! Nem tudjátok megölni, vagy mi? Nem bírjátok! X-Zsolt, mit csinálsz? Hagyjuk meg, milyen erős, ő pont erős lettem! Mit csinálsz, hogy Te azt gondolod, hogy ő az Isten, vagy mi? Isten! X-es, te most megváltoztatod a múltat, ezt hogy gondoltad? Isten, ők nem bírták volna megölni az elefántot, de te megölted az... Isten, mindegy, hagyjuk! Menjünk szépen, azt menjünk a következő időben, a következő az a középkor lesz. Na, maradjál bába, menj inkább vissza a helyedre, azt komolyan mondom. Gyere, itt a következő kapu, jól van, menjünk a középkorra, a várak világába, meg a városok világába. Nem van X-es, ez a középkor. Isten, ez a középkor! Itt vannak a várak, a hatalmas háborúk, az ágyúk, és az a gond, hogy itt már fel kell vennünk valami ruhát, te se lehet zebra. Na de erre is gondoltam! Hoztam magamnak egy egész menő ilyen falusi öltözetet. Te meg megkapod a tavalyi karácsonyos mikulásos ruhádat. Ez most kavaly. Hát, már csak ez volt otthon, na, ilyen öltözök. Úristen! Ja, amikor mész oda énekelt egy Christmas tree-vet, és... Nem, amúgy. Na jó van, micsoda régi várak, meg mit tudom én, ott is van egy falusi lakos, kérdezzük meg. Szép napot, uram! Kent, hogy tetszik lenni? Mostanában elég rosszul. Mert mi a probléma? Meséljen. Hát, nemrég betörtek hozzánk és ellopták a királynőnket. Ó, a királynőt? Milyen királynő? Úristen. Nagyon jó szívű volt. Mi az a hamburger? X-Zsolt, várja már, ez fontos. Elfoglalták a váratokat és rabságba tartanak titeket? Igen, esetleg... nem tudunk semmit sem fizetni, én is próbálom itt termeszteni a húzát. Úristen, jól van, rendben, esetleg tudja, hogy hol tartják fogva a királynőt, meg kiszabadítjuk. Egyik toronyban fent, ahol rácsos az ablak. Jó, rendben. X-Zsolt, gyere, kolondra fel! Jöjjünk szép... Na, jöjjön! Mondjad, X-Zsolt, figyelj, ki kell szabadítjuk a királynőt, hatalmas akció lesz. Mondjad. Nekem nincs sok kedvem amúgy ehhez, most lusta vagyok. Hát de meg kell mentenünk a királynőt valahogyan, ne csináld már. Jó? Istenem, most komolyan egyedül csináljam! Istenem, komolyan, jó van, srácok! Akkor egyedül let's go, törjünk be a várba! Jó van, srácok! Úristen! Itt törzik a várat, micsoda fegyverük van! Jó van, ne aggódjatok, én is hoztam egy egész menő fegyvert! Nézzük akkor! Headshot, tesó! Gyertek akkor! Úristen, milyen jó vagyok! Nézzük! Jó, még biztos vannak sokan! Óvatosnak kell lennünk, ott van még egy! Azokon mindjárt kifogyok, jaj, az misszeltem! Jó, rendben, oké. Ott van még egy jó, okosnak kell lennünk, jújjjjjj! Észrevettek! Gyorsan! Istenem, sokat sebeznek! Rendben! Jó, oké. Gyere akkor! Noszkóp, jó van, srácok, gerünk! Úgy, itt is vannak! Gyerünk! Oké! Úristen, menjünk, sokan vannak! Nagyon sokan vannak, gyorsan! Úristen, ennyivel nem bírok el! Úristen! Gyorsan, fel! Nagyon sokan vannak! Itt is! Te jó ég, mennyien vannak! Merre menjek? Úristen! Fel kell mennem, fönti szint, azt meg torony! Úristen, jó! Jó, srácok! Úristen! Nagyon sokan vannak! Jó, hova meneküljek? Kifele! Ne! Nincs más út! Felfele, csak a felfele! Úristen, csak felfele van az út, srácok! A tetőre! Jaj, nagyon magasan vagyunk, te jó ég!
Te ki vagy? Állj! Végülött itt vagy? Láthatnak személyesen? Te ki vagy? Készülj fel! Kiszívlak egy számba, Linda! De le! Kartpály volt a jó ég! Oké! Hát ez könnyebb volt, mint gondoltam. Oké, okay. Azt hittem valami nagy csata lesz. Azaz a torony! Oké, okay. Óvatosan át kell ugrálnunk! Oké, okay. Nehogy lelőjenek innen vagy valami! Oké, okay. Nehogy lelőjenek innen! Ezek itt van való a királynő! Királynő maga az! Istenem! Jöttem kiszabadítani! Úristen, jöjjön gyorsan! Megmentettem! Mi? X-Zsira, mit? Tényleg? Mi? Mi? X-Zsira, te megvártad, hogy mindenkit megöljek, megvívjak egy karpával, és utána bejött, hogy belopd a dicsőséget? Én mentettem meg. Persze, te mentetted meg. Hogy mondtad ilyen hülyeségeket? Komolyan mondtad, én öltem meg mindenkit. Istenem. Kedves fősöm, Halem jeléül, házasodjunk. Mi? Oké, rendben. Mi? És ez mit jelent? Ez mit jelent? Hát az, hogy összeházasodunk és velem kell élnie. Mi? Nem! De jó ég, és most ő lesz a város királya, mi lesz Magyarország igen, királya? Igen, természetesen. Te mi? Gyere, itt a következő kapu, mehetünk is át, gyere, megyünk a jövőbe, gyere szépen. Már készen állsz? Let's go! De sokan itt van, mi ez a hely? A jövőbe vagyunk, elmentek 2077-ben. Hát az emberek? Nem tudom, hol vannak a városok? Mi ez az egész? Én nem értem. Csak ez az egyetlen ilyen fa... Emberek? Mi? Haló, maga kicsoda? Ki maga? Hol van? Úristen! Miért van ilyen ruhában, ilyen gázmaszkban? Te jó ég! Maguk nem tudják, hát... Tudtam, hogy én vagyok az egyetlen ember, aki él a világon, de ez szerint nem, nagyon boldog. Micsoda, és mi ez a hang itt a háttérben? Mi? Az ott micsoda? Mi az istenes? Lövöldöz inket valami, úristen! Menjünk ebbe a fa cuccba, vagy nem tudom mi az! Gyorsan, be akarok menni, gyorsan, gyerünk! Próbálok! Mi ez a hely? Mi történt itt? Tényleg nem tudják? Nem, mi ez az egész? Lények támadták meg a földet. Micsoda? És hol van a többi ember? Hát elpusztították a városokat, falvakat, mindent, és meghaltak. Csak maga él? Hát tudtam, mert igen, mert egy jó ideje próbálom felvenni a kapcsolatot több emberrel, de nem jártam sikerrel. De jó ég, és tudják, hogy hogyan lehet megölni az űrlényeket egyáltalán valahogy? Vagy próbálkoztak? Próbáltuk, de elbuktunk, volt egy nagy háború. Hogy nem tudnak mindenről? Ugabuga. Na, akkor szerintem én felveszek egy ilyen szettet, X-Zsira, neked is azt javaslom, jó? Szerintem ez így nem normális. Úristen, alig látok benne. Add valami fegyvert, köszönöm. Jól van. X-Zsira, szerintem tudjuk a dolgunkat, oké? Szerintem tiszta a sor. Tessék, neked is adok egy fegyvert. Jól van! De most gyertek ti! Rohadékok, merre vagytok? Ott is van egy! Oké, ezzel kicsit tudjuk sokan lenni, de... ez itt felrobban! Megöttünk! Vigyázz, úristen! Nagyon lovos vagyok! Ott jön egy! Jaj, maga, bocsánat! Úristen, nagyon erős! Mi? X-Zsira, nőjed! Nőjed őket, X-Zsira! Miért ilyen erősek? Bírom! Vissza a bázisra! Megint el fogom bukni, ez nem fog működni! Le a maszkot, le bírom, le kell vennem a maszkot! Mondjad! Menjünk! Megígérted, hogy tanulod a történelmet? Jó van! Még hova vissza? Csak mondd ki háromszor, hogy vissza, oké? Okay? Vissza! Na, üdvözlök, X-Zsira, tanultál már tegnap egyes után, hogy javítsál? Igen, remek, akkor jöjjél ki. Egyszerű kérdéseket fogsz kapni, ne aggódj. Szóval első kérdés, mit ettek az ősemberek? Mi volt az a védelmük? Mondjad. Húst ettek. Igen, ez remek válasz. És mondjad, hogyan született meg a vallás? Hogy volt? Hát Isten megteremtette a Földet 7 nap alatt, aztán pedig Ádám és Évát. Mi? Micsoda? De hogy is? Ez mi? Ez valami mese? X-Zsira megint nem tanultál? Milyen mese? Az volt, hogy az ősembereknél egyértelműen egy hatalmas rakétavetővel megjelent egy XP Junior istennevezetű ember, és megölt az első elefántot. Ő volt az istenük.
Az én voltam. Ki volt az első magyar király, XP Junior? István király. István király? Most volt ilyen királyunk. Az első királyunk... Az első királyunk a hatalmas megmentő, a hős, aki több ezer katonát megölt egy maga, XP Junior. Megmentette a királynőt, kiszabadította a börtönből, és feleségül vette. És én vagyok. Érdekes. Jól van, inkább üljél le, most nem kapsz mondjuk egy hármas. Jól van. És maga mi szeretne lenni, hogyha nagy lesz? Például. Ó, én katona szeretnék lenni. Minek? Nem is lesz háború. Én akkor is ez akarok lenni. Amúgy nem háború. Ja, persze. Na srácok, lenni tetszett a videó, hogy akkor csapostok egy lájkot, hogy azok közösség, hogy fejtsetek meg, ne felejtsétek el, november 28-án Nyíregyházán első fanfest rendezvény, gyertek el, lett ez egy csomó másik youtuber, legyek már kaphatók, a következő videóban találkozunk, lássuk, csengő, sziasztok!